további kellemes estét, valamint stúdiónk most következő Hétközben című műsorához jó szórakozást kívánok. Jó estét kívánok, köszöntöm magazinunk valamennyi kedves nézőjét. Előjáróban szeretnénk visszautalni egy elmúlt heti riportunkra. Arról a sárga barkaszról van szó, amelyikben dr. Kerényi Klára olcsón árul élelmiszereket. Nagyon sokan érdeklődtek nálunk telefonon, hogy vajon hol és mikor lehet fellelni a mozgó üzletet. A kedvükért mondjuk el a következőket. Az autót minden szerdán 13-tól 15 óráig a Mecsekáruház mögötti parkolóban találhatják meg. Egyébként a segítő szolgálatnak van egy boltja is, amely egy fapavilonban működik Pécsett a Siklósi úton a húsipari vállalat előtt, és naponta 8-tól 16 óráig tart nyitva. Ugyanazt árusítják itt is, amit a Barkaszban. A szociális intézmények a 449-522-es telefonszámon hívhatják dr. Kerényi Klárát, és előzetes megbeszélés alapján ők kimennek oda, ahol sok a nyugdíjas, a nagycsaládos és a kiskeresetű ember. Ugyancsak közérdekű, de nem túl vidám témával folytatjuk műsorunkat. Hazánkban évente 35 ezer ember hal meg rákban. Bár a rákbetegség hosszú lefolyású, átlagosan 8 évig tart, a betegek már csak későn a szövettanilag is igazolt állapotban szereznek tudomást végzetes bajukról. Pedig vannak olyan módszerek, amelyekkel a rák már korán kimutatható. Ilyen módszer a színárnyalat felismerési teszt, amellyel mai első riportunkból ismerkedhetnek meg. Adásunk hívható telefonszáma 0680-210-224-es. A rákbetegség az utóbbi időben a szűrővizsgálatok ellenére és az orvosi tudomány fejlődés ellenére napról napra szaporodik. Ennek többféle oka van. Az egyik ok az, hogy a betegek nem fordulnak időben orvoshoz. A második ok az, hogy az orvosok nem értékelik a jelentéktelennek látszó kispanaszokat, és a progrediálást, az előrehaladás során lévő változásokat nem rögzítik és nem néznek utána. A harmadik, a rákkeltő anyagok napról napra szaporodnak. Ezek ellen természetesen harcolhatunk úgy, hogy a betegeket felvilágosítjuk, hogy van rákos anyagcserezavar a szervezetben, amit a gyakorló orvosok tudnak diagnosztizálni, és ez a része gyógyítható, és ezen keresztül a rákbetegség megelőzhető. Mikor és hogyan fedezték fel a rossz indulatú daganatát? 2 éve fedezték fel, mivel fejgöcsém voltak is, több helyre elküldött a orvát főorvosú vizsgálatra, beközni a gyógyászathoz is, és ott a rákszűrésen derült ki. Színárnyalatvizsgálat volt-e? Hát én egy jó, kb. 8-9 évvel ezelőtt egyszer csinált nekem a főorvos úr. És azt tudta akkor, hogy ennek mi a jelentősége? Hát nem egészen. A rákos anyagcsere zavarok közül én a színárnyalatoknak a vizsgálatával foglalkoztam egy parádi kongresszuson. A Budapesti János Kórház szemészet és belosztálya máj betegségre jellemző színelváltozásokat ismertetett, amelyeket én igyekeztem átültetni az én munkámba, mivel a rákos betegségnek a létrejöttében is az anyagcsere zavar tartom elsőnek. A színárnyalatok során az A-vitamin felszívódása, a karotinoidoknak a felszívódása tulajdonképpen a bélből történik. A felszívódás után a májban pedig len ezek az anyagok, ezek a karotinoidok azután tiroxin pajzsmirigy jelenlétében és egy fehérje jelenlétében összekapcsolódva alkotják a transzretinin nevezett, amelyek a szemnek a csapjain és a pálcikáin elhasadva a színárnyalatoknak a felismerésében segítkeznek. Kezdetben csak egy színen belül téveszt a beteg, ami már fölhívja a figyelmet, aki a betegségnek a progressziója, akkor pedig nem 2-3 szín, sőt a végstádiumban az összes színeket összekeveri. Ahol ezeket a funkciózatokat
zavarokat észleljük a vizsgálataink során, ott már felmerül a rákos anyagcserének a zavara, ekkor elvégezzük a laboratóriumi vizsgálatok, abban is vannak jellemzőek. Így a vérképben a hipokróp anémia, azon kívül a limfocita számoknak a csökkenése, tehát a védekező rendszernek a csökkenése jellemző. Jellemző a pajzsmirigy működés megváltozása, a hasnyálmirigy megváltozása, a máj funkcióknak a megváltozása, azon kívül a mellékvesekéreg és a petefészkek, illetve a nemi szerveknek a megváltozása. Tehát elég sok olyan tünetet észlelünk a korlefolyás során, amelyek jellemzőek a betegségnek a létrejöttében és a progrediálásában. Ha már észlelik a rákos anyagcsere zavarokat, akkor milyen terápiával tudják mindezt kezelni? A rákos anyagcsere zavaroknak a terápiájában a korlefolyás folyamán észlelt dolgokat, illetőleg elváltozásokat kísérjük figyelemmel. A legelső ilyen tulajdonképpen a szabályozási rendszernek a zavara. Tehát a terápiában legelőször a szabályozási rendszert igyekszünk stimulálni. Másodszor a legfontosabb anyag, legfontosabb dolog a hiányzó anyagoknak, tápanyagoknak, vitaminoknak, nyomelemeknek és egyéb anorganikus dolgoknak a hiánya, tehát ezeknek a pótlása. Ennélkül nem képzelhető el tökéletes gyógyulás. Ez is akadályozza jelenleg a rákos betegséget, mert nem tudatosan, nem ellenőrizve, hogy milyen anyag hiányzik, mit kell pótolni, tulajdonképpen ezek a jelen tudományban nem történnek meg. A harmadik pedig a legfontosabb, ha már daganatra gyanús elváltozásokat észlelünk, akkor van egy Lucerna nevű kapszula, ami a kaliforniai cégnek a készítménye, amely tulajdonképpen a normál sejteket nem bántja, érintetlenül adja, ugyanakkor a daganatos sejteket elpusztítja. Hogy érzi magát most? Jól, semmi van, azon nincs, nem fogytam egyáltalán, és úgy néz ki, hogy ez felszívódott és elsorvadt. Saját felelősségemre hazajöttem a kórházba, és a doktor megvizsgált, adott gyógyszert, injekciókat, azt mondta, egy hét múlva meggyógyul. 4 nap múlva meggyógyultam. A diagnózisnak a felállítása körülbelül olyan 1500 forintba kerül. 1500 forintba kerül a laboratóriumi vegyszereknek a drágasága miatt, és hát pillanatilag a anyagi szegény világban ugye az intézetek és a kórházak, klinikák egy kicsit ez miatt a drágaság miatt hát nem szívesen végzik el a vizsgálatokat. A vizsgálatnak, illetőleg a betegségnek a megoldása lenne az úgynevezett csoportpraxisoknak a létrehozása. Ez annyit jelent, hogy 10 vagy 15-20 kollega tartozik egybe, aki hasonló felfogással, hasonló szemlélettel dolgozik, és igyekezik kiszűrni a betegeiből azokat, akik mondjuk gyanúsak arra, hogy komolyabb, hát háttérben lévő komolyabb megbetegedés van. A korai rákos anyagcsere felismerésével mennyire csökkenthető későbbiek során a daganatos megbetegedések száma Magyarországon? Ha sikerül ezt a csoportpraxisos tímmunkát kifejleszteni, és ezen keresztül a betegségeknek a számát lényegesen csökkenteni, akkor az várható, hogy körülbelül 5 éves távlatban ez a típusú megbetegedések körülbelül 50%-kal csökkennek. Ezt nagyon kell értékelni, mert ez világviszonylatban is nagyon nagy szó lenne. Következik még egy riport a rákról. A rosszindulatú daganatok bizonyos szempontból speciális csoportját képezik az úgynevezett hormonérzékeny daganatok. Ide tartozik az emlő, a méhtest és a prostatarák is, amelyek előfordulása az utóbbi években jelentősen emelkedett. A Potek Kórélettani Intézete Magyarországon egyedülálló új laboratóriumi diagnosztikai módszert vezetett be. A tapasztalatok szerint előre haladott, már nem operálható betegséggel szemben is hatékony lehet az a hormonkezelés, amit a most következő riportban ismertetnek a tudósok. Az intézetünkben már több mint 10 év óta működik egy olyan laboratórium, amelyben szerint receptorokat vizsgálnak. És ennek a laboratóriumnak a vezető munkatársa, Garai adjunktus úr 3 éve töltött az Egyesült Államokban a világ egyik legjobb laboratóriumában, ahol ezt a módszert rutinszerűen alkalmazta, állatkísérletesen is vizsgálta, és így amikor visszatért el hosszabb útról, ő vetette fel annak a lehetőségét, hogy klinikusokkal együttműködve jó lenne ezt a szolgáltatásként, ezt a receptoranalízist felajánlani. Hogyan és kik fedezték fel a daganatokban jelenlévő receptorokat? A receptorok meglétét a 60-as években Jacob és Mono írták meg először. Ezek a szexszteroid receptorok, azok a
nemi hormon receptorok, amelyek mint például a női ösztrogének és progeszteron hormonokat megkötő receptorok. A klinikai alkalmazásra ezek az eredmények csak a 70-es évektől kerültek. A receptorok felfedezése miért volt korszakalkotó? Fontos volt a receptorok felfedezése, mivel ismert volt, hogy a női nemi hormonok serkentik az emlő daganatok növekedését. Ezáltal a receptor tartalmú tumorok növekedése úgynevezett hormonfüggő, hormondependens. Míg azok a daganatok, amelyekben nincs receptor, növekedése független a hormon jelenlététől, azaz hormonindependens. Ez csak az emlő daganatokra vonatkozik? Más hormondependens daganatokat is ismerünk, ilyen például a nők méhtestrák daganata, és a férfiakban a dülmirigy, a prostata rákja. Hogyan zajlik a hormonreceptor mérés, és mi ennek a gyakorlati jelentősége? Ennek a lényege az, hogy a hormonreceptor fehérje a kémcsőben is képes megkötni az illető hormont, ösztrogén vagy progeszteron hormont, és izotóppal jelölt hormont alkalmazva képesek vagyunk mérni azt a hormon mennyiséget, amelyet a fehérje, a receptor fehérje megköt. A gyakorlati jelentősége, hogy az orvos kezébe egy olyan ismeretet ad, hogy a receptor tartalma a tumornak pozitív vagy negatív, eldöntheti, hogy a későbbiekben az elsődleges daganat eltávolítását követően milyen segéd, adjuváns terápiát alkalmaz. Hogyha műtétileg kezeltük, tehát kivettük a daganatot, vagy eltávolítottuk a emlőt, de ugye mai felfogás szerint sok esetben csak a daganatot a környező egy bizonyos 2-3 cm-es épszövettel együtt eltávolítjuk, és a nyirokcsomókat. Na most, ha a nyirokcsomók negatívak, akkor megelégszünk általában helyi és regionális kezelésre. Ha pozitív nyirokcsomót találunk, akkor ez is egy prognosztikai faktor, a nyirokcsomó pozitivitása, akkor feltételezzük, hogy távol is van már esetleg valahol daganatszövet, és itt lép be tulajdonképpen, előbb mondtam, a receptor, ami szintén a daganat agresszivitására jellemző, támpontot ad arra, hogy adjunk-e úgynevezett adjuváns terápiát, kemoterápiát, hormonterápiát és a többi, vagy ne adjunk. Nem közömbös, hogy valakit kemoterápiával vagy citosztatikumokkal kezelünk, mert az egy nagyon durva, súlyos, tünetekkel járó kezelési módszer, de a beteg életéről van szó, tehát megéri. Na most a receptorok jelenléte a tumorban, az tulajdonképp jó vagy rossz? Az jó. Jó, az jobban reagálnak azok a daganatok, amelyeknek pozitív, tehát amelyek hormon pozitívok. Ösztrogén, vagy progeszteron, vagy mindkettő pozitív, annál jobban reagálnak hormonkezelése is, kemoterápia is. Mégis, hogyha negatív, akkor egyrészt felmerül a kérdés, hogy egyáltalán adunk-e kemoterápiát, illetve ha adunk, akkor sokkal agresszívebben, sokkal nagyobb dózisban kell esetleg adni. Ez a terápia mennyiben hosszabbíthatja meg a beteg élettartalmát, illetve életminőségét? Évekről van szó. Ez nem azt jelenti, hogy ez egy végleges gyógyulás általában. Legtöbb esetben ugye átmeneti eredményt hoz, de minden esetre éveket produkál. Ez a szolgáltatás Magyarországon egyedülálló. Ha mondjuk Miskolcról kérik a vizsgálat elvégzését, akkor ennek eleget tudnak-e tenni? Én úgy tudom, hogy igen, amennyiben a szállítás, a mintának a szállítása megoldható, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy ezt a vizsgálatot el tudjuk végezni a laborban. Az általunk alkalmazott biokémiai módszer mondható a legköltsébb kímélődnek. Hogyha mind az ösztrogén, mind a progeszteron receptor vizsgálatát elvégezzük, ez 3000 forinton belül marad jelenleg az anyagigény szempontjából. Szükségesnek látszott egy alapítványt létrehozni. Pannondiagnosztika rák ellen címmen meg is alakítottuk, és az alapítványt a tavalyi év közepén bejegyezték.
Az alapítvány nyitott alapítvány, és ennek megfelelően nagyon megköszönjük azt, hogy az alapítványt akármilyen kis összegekkel is, akár rendszeresen, akár pedig egy-egy adomány formájában tudnák támogatni. Mint az imént a dél-dunántúli híradóban már beszámoltunk róla, a honfoglalás 1100. évfordulója alkalmából megyenappá nyilvánította a Baranya megyei közgyűlés október 10-ét. Ez a dátum a megye, illetve az egykori Baranya vármegye történelmének jeles napja, hisz első Lipót császár 1694. október 10-én keltezett diplomájában címert és pecsétet adományozott a vármegyének. A Baranya megyei közgyűlés tehát újabb szimbólumot hozott létre az immár megújult megye címer és pecsét mellett, ami maga a megyenap, amit ma ünnepelt Baranya. Baranya vármegye több más magyarországi megyéhez hasonlóan történetiségében egészen az államalapítás koráig visszanyúlik. A kora középkorban Dél-Dunántúl, sőt a Dunántúl egyik meghatározó, egyik legnagyobb népességű és leggazdagabb megyéjeként tartották számon. Ami a megye és a pecsét, megyei pecsét címer elterjedését illeti, ez az 1550-es évekre vált általános igényé a megyék autonóm szervezeténél, vagy ez az autonómia ilyen formában is, tehát jól elkülöníthető, megkülönböztethető módon is megjelenjék. Első Lipótnak 1694. október 10-én Ebersdorfban kelt diplomájával nyerte Baranya megye a megyei pecsétet, ami címeres pecsét volt, címer motívumát, ami nagyon szép, és tulajdonképpen egyfajta propagandisztikus eszköznek is tekinthető az elnéptelenedett megye újra népesítése szempontjából. Ezzel gyakorlatilag a császár egy jelképet adott a megye kezébe, egy olyan jelképet, ami attól a pillanattól kezdve a megyei autonómiát is valamelyest szimbolizálta és jelképessé tette. A milletcentenárium évfordulója az egy olyan jeles évforduló, ami azt gondolom, hogy minden önkormányzatot arra késztet, hogy egy kicsit a múltjába kutakodjon. Ezt a megyei közgyűlés is megtette. Sőt, a múltjában való kutakodást a megyei közgyűlés az elmúlt önkormányzati ciklusban is megtette, amikor megyei jelképeinek egy részét megalkotta, és egy rendelet formájában ezek hat használatáról rendelkezett, a megyei címerre, meg a megyei pecsétre gondolok elsősorban. Gyakorlatilag ennek a gondolkodásnak egy további állomása az, amit ebben az esztendőben tettünk, és egy, ahogy tetszik, egy újabb megyei szimbólumot, egy újabb megyei jelképet alkottunk, és ez maga a megyenap, a megyének az ünnepe. Egyre több településről kapunk olyan jelzéseket, hogy a címer használatról, a pecsét használatról rendelkeznek. Akkor, amikor létrejött Magyarországon az önkormányzati világ, most már több mint fél évtizeddel ezelőtt, az önkormányzatisággal, a helyi autonómiával, mondom, szimbólumok és jelképek is együtt járnak. Minden önkormányzatnak egy természetes törekvése, hogy a saját jelképeit megalakítsa, vagy kialakítsa, ezekre rendelkezzen, és ezzel gyakorlatilag a saját autonómiájáról döntsön is rendelkezzen. Ebben a folyamatban illik bele mindaz, amit mi is tettünk, mint Baranya megyei közgyűlés ezen a téren. Sajnálatos módon az 1694-es kérelem, sőt maga az adománylevél sem maradt fenn, csak egyfajta átirat, illetve közvetett utalás bizonyítja meglétét. Az 1838-as magyar körirattal való ellátása során már színes formában is ránk maradt, és ebből láthatók immár színesen azok a motivumok, amelyeknek a legfontosabb eleme a bástya, hiszen délvidéki megyéről van szó, a honvédő, országvédő megyéről van szó, és ennek a bástyának az egyik fő motívuma a szőlővivő motívum, ez egy bibliai eredetű ábrázolás, a Józsué és Káleb, amint az ígéret földjéről, mint felderítők hozzák az óriási szőlőfürtöt.
A török hódoltságot követően egy nagyon sajátos helyzet állt elő, nemhogy a megye területi visszaállításáról szó lehetett volna, nemesek és közigazgatás hiány a megye szervezet, amelynek léte a 150 év alatt jószerével feledésbe merült, ennek a visszaállítása is hallatlan nehézségekbe került. Az első választás annak dacára, hogy a megye már 1694-ben a megkülönböztető címerpecsétjét megkapta, 1701-ben került csak sor, és 1701-től gyakorolhatta igazából a megye egyik legfontosabb jogosítványát, a szabályalkotó jogát, ez a jus statuendi, amely igazából az autonómia megtestesítését jelentette, és a tényleges megyei önkormányzat működését is. Tudni kell és tudni lehet itt Baranyába, hogy a pécsi püspökök sokszor egyben a megyei főispáni címet is viselték. Tehát amikor múltba kutakodok, akkor azt is látnom kell, hogy a közigazgatás szintje és a múltban az egyház szintje gyakorlatilag, illetve sokszor összefonódott. Most, amikor mi megyenapot ünnepelünk, akkor ne tegye a közigazgatás szintje azt, hogy külön ünnepel is, külön az egyház is erről megemlékezik, hanem ünnepeljünk valamilyen szinten együtt, mert az 1100 év az gyakorlatilag az összefonódásunkat jelezte. Én azt gondolom, hogy minden egyes ember identitása egyfajta fokozatossággal építkezik. Az ember kisgyerekkora, vagy ugye beleszületik egy családba, először a családot éli meg, mint az identitásának egy gyakorló területét. Később, ahogy tágul számára a világ, nyilvánvalóan a település közössége már az a nagyobb közösség, ahol minden ilyen dolgot megél, egy következő lépés, amikor még inkább tágul előtte a világ, amikor már egy térségbe kezd az a cseperedő polgár gondolkodni. Ez a mi közigazgatási fogalmaik szerint ugye több mint 1000 éve megyéket jelent. Az Európai Unióhoz való csatlakozás ez valahol az állampolgárok részéről, vagy a közjogi szereplők részéről egyfajta felkészülés, meg felkészítés kérdését is jelenti. Valamikor a magyar polgár is meg fog nyilatkozni arról, hogy akarom-e Európát. Magyarországon is egyfajta tudatos felkészülési folyamatot kell tudnunk megélni, és ebben egy Baranya megyei közgyűlésnek, meg minden térségi önkormányzatnak, más megyéknek is, én azt gondolom, hogy szerepe van. Ez nem csak az állami szint feladata, hogy a polgárokat jó értelembe éve terelje és vezesse az európai gondolkodáson, hanem más, alacsonyabb szintű közigazgatási egységöknek, így egy térségi önkormányzatnak is ebben jeles szerepe volt. Amikor Baranya megye gyakorlatilag így rendelkezik, akkor ebben a gondolkodásban is osztozik, és ebben a gondolkodásban is részes kíván lenni. A Baranyai megyenapon meghívott vendégként részt vett Váltraut Klásznyik asszony, Steiermark tartomány kormányzója, aki méltatta a Dél-Dunántúli megye és az osztrák tartomány kapcsolatait. Forgatócsoportunk az elmúlt héten Grazban és Feldbachban járt, ahol a régiók együttműködéséről és partner kapcsolatokról készített műsort. Kedves tartományi kormányzó asszony, milyenek látja ön Steiermark és Baranya kapcsolatát? Úgy gondolom, hogy ez egy jól kiépült barátság, amely évek, évtizedek során alakult ki. Az emberek ismerik egymást, ismerik a közös vonásokat, és készek arra, hogy a jövőjüket is közösen tervezzék. Steiermarknak például döntő szerepe volt abban, hogy Baranya megyét felvették az Alpokadria munkaközösségbe. 26 steiermárki község tart fenn partneri kapcsolatot baranyai községekkel. Grác és Pécs is testvérvárosok. Fontos azonban az is, hogy ne csak a politikusok találkozzanak egymással, hanem az egyszerű emberek, a civil szervezetek, az egyesületek. Gondolom a jövőben is ez így lesz. Azt hiszem, hogy itt is együttesen találtuk meg a helyes utat. Az első vonatot, melyel sok száz steiermarki polgár utazhatott Baranyába, 1997-ben egy újabb követi majd.
Másfelől folyamatos a diákcsere, a mezőgazdasági együttműködés, a továbbképzés. Mi tanulunk Baranyától, és fordítva. Az Európai Közösség Tartományi Képviselői Bizottságában az a feladatom, hogy beszámoljak az új tagok felvételének várható következményeiről. Szeretnénk ugyanis, ha a szomszédaink, köztük Magyarország is, előnyt élveznének az Ha az emberek ismerik egymást, közös feladataik vannak, ha gazdasági együttműködés és kulturális csere áll fenn közöttük, akkor a jövő békés lesz. Azt hiszem, hogy a jövő Európáját csak is több kormány irányíthatja majd, hiszen sehol a világon nem dönthetnek arról, hogy mi történjék 2000 kilométerrel odébb. Az embereknek helyben kell dönteniük. A demokratikus öntudat Baranyában, Magyarországon és Ausztriában is jelentősen megerősödött. Büszkék vagyunk a régiónkra, és vigyázunk rájuk. Itt egy folytatásról van szó, hiszen az elmúlt években is volt példa az együttműködésre és a feladatok közös megoldására. Szeretnénk ezt még intenzívebben folytatni. Számunkra is öröm, hogy Közép-Európában az emberek sikereket érnek el, üzemek épülnek, munkahelyek teremtődnek, a környezetvédelmi előírásokat betartják, ugyanakkor a régiók megőrzik kulturális identitásukat is. Hogyan képzeli Ausztria segélynyújtását Magyarországnak? Ennek konkrét példáját láthatja a mezőgazdaságban, a szőlészeti együttműködésére, a technológiák oktatására gondolok. Ennek keretében az önök országából eljönnek hozzánk a szakemberek, hogy információkat gyűjtsenek, hogy szétnézzenek a gazdaságban, a tőzsdén. Ugyanakkor sok rendezvényen találkozom kulturális csoportokkal az ön hazájából. Szerintem ez természetes, hiszen összetartozunk. Polgármester úr, miért tart fontosnak egy olyan kapcsolatot, mint amilyet önök Siklóssal tartanak fenn? Az Európai Párbeszéd keretében létrejött kapcsolatunk Siklóssal 5 éves. Anyagi dolgok nem játszanak szerepet, annál inkább a szellemi és kulturális gyarapodás. Úgy gondolom, hogy kapcsolatunk nem működik rosszul, bár lehetne jobb is. Mit jelent önöknek ez az együttműködés? Nagyon fontos városunk számára a gazdasági kapcsolat önökkel, hiszen Magyarország gazdasági fellendülés előtt áll. Sokat jelentenek nekünk a diákcserék, a művészek együttműködése. Mindig mondjuk, hogy az együttműködés csak is régiók között tud igazán működni. Mi ezt határokat átlépő együttműködésnek nevezzük. Ezen a téren sok mindent elértünk. Most nekünk, osztrákoknak az a feladatunk, hogy segítsünk az európai közösség kibővítésében, hogy elősegítsük Magyarország, Szlovénia és más országok mielőbbi tagfelvételét. Mely területeken lehet erősíteni az együttműködést? A gazdaság, a kultúra, vagy az ifjúság terén? Valamennyi területen lehetne javítani. Az ifjúsági kapcsolat nagyon jó. Gondolok itt a tanulók cseréjére, arra a sok-sok rendezvényre, melyeket különböző európai ifjúsági szervezetekkel közösen rendeztünk Steyrországban, Neumarktban, Grazban, Feldbachban. Kulturális területen lehetne jobb az együttműködés. Ki lehetne terjeszteni a fuvószenekarokra, színjátszó csoportokra, sportrendezvényekre is. Ami pedig a legnehezebb, az a jó gazdasági együttműködés, a helyes gazdasági koordináció.
Egy kulturális seregszemlét viszonylag könnyű megszervezni, de egy gyárat felépíteni úgy, hogy mindkét fél részéről fennálljon az együttműködés, olyan feladat, amelynek megoldása több évig, esetleg évtizedekig is eltart. Megemlíteném az Alpok Adria példáját is, amelynek munkájában néhány magyar megye is évek óta részt vesz. Ezen keresztül jó kapcsolatokra tettek szert politikusokkal, más európai államok polgáraival. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy megerősítjék az az álláspont, mely szerint Magyarországnak csatlakoznia kell az EK-hoz. Az ember mindig egy kis irigykedéssel nézi ezeket a gyönyörű, tiszta, barátságos osztrák kisvárosokat, amelyeken látszik a szorgalom és a jólét, és ilyenkor mindig arra gondol, hogy talán egyszer nálunk is. Egy lépés ezen az úton, hogy csak nem 500 millió forintot osztott szét a Baranya megyei területfejlesztési tanács a megye kistérségei között. Az összeg egy részére vállalkozók is pályázhattak. Különösen jó eséllyel indulhattak azok, akik beruházásukkal munkahelyet is tudtak biztosítani. Lássuk, hogyan valósul meg mindez a Sásdi térségben, például Mágocson. Mágocs és a Sásdi körzet együtt megközelítően 75 millió forint jutott ide, ami nagyon kevés. Ugyanakkor mégis örülünk, ebből a 75 millió forintból elsősorban Alsó-Mocsolád, Mágocs, Vásárosdombó, Sásd gázpályázatai kerültek be a nyertes pályázatok közé, de ez sem mindegyik. És ezen kívül a térségre kisebb vállalkozások visszatérítendő, vagy pedig végleges támogatásban részesültek, elsősorban munkahelyteremtés szempontjából. Úgy gondolom, hogy lakossági összefogással, tehát lakossági hálózatfejlesztési hozzájárulással, önkormányzati pénzzel és ezzel a területfejlesztési tanács által odaítélt pénzeszközből ennek a térségnek a gázhálózat beruházása következő évben megvalósulhat. 3.380.000 forintot kértünk, ami az intézményeink fejlesztési hozzájárulásának 70%-a. A kapott hivatalos értesítés szerint elnyertük ezt a támogatást. Elég ez a pénz? Arra elég, első ütemnek tekintjük, arra elég, hogy befizessük a DD-gáznak a hálózatfejlesztési hozzájárulást. A második ütem lesz majd a fűtőberendezések elkészítése, nyilván nagyobb összeggel. Hát erre ismét pályázni szeretnénk a következő évben. Mi a legközelebbi cél, amennyiben meg lesz a gáz? Hát amennyiben a gázhálózatfejlesztés elkészül, úgy gondolom, hogy a közúthálózattal kell foglalkoznunk, most már lassan fel kell újítani az utakat, járdákat, a műházat rendbe kellene tenni. Tehát végül is lenne helye nagyon sok pénznek. Nem csak önkormányzatok, hanem vállalkozások is pályázhattak területfejlesztési támogatásra. Nem mindegy azonban, hogy milyen célra, milyen meglevő beruházás továbbfejlesztésére igényelték a pénzt. Mágocson nem bízzák a véletlenre. Ezt segítendő itt egy iroda működik. Olyan vállalkozások részére írunk pályázatot, amiket mi is alkalmasnak találunk arra, hogy a bírálók számára is tetszetős a cél, és feltehetően nyerünk vele. Tehát ha a mi szűrőnkön már nem megy át, és nem tartjuk reálisnak a vállalkozó elképzelését, akkor nem vállaljuk el a feladatot. Két olyan vállalkozást néztünk meg a faluban, amelyek nyertek. Mindkét vállalkozás nagyon ígéretes, de mindkettőnek szüksége van egy fordulagos fejlesztésre azért, hogy a jelenlegi eszközállományát még jobban kihasználhassa és több nyereségre tegyen szert. Ez volt az elsődleges cél. Azért, hogy újabb munkahelyeket teremtsünk, lehetőleg Mágocson, mert én itt születtem és minden erőmmel azon igyekszem, hogy a községet valahogyan ebben az új világban a helyes útra tereljük, és egyetlen lehetőség, hogyha mi magunk vállalkozunk, tehát mi mágocsiak, és nem azt várjuk, hogy kívülről majd valamilyen segítséget kapunk. Az a pénz, amit önök a pályázaton nyertek, mennyit lendít a vállalkozásukon? Nagyon sokat, mivel jelenleg csak az az egy puttonyos ifánk van, amivel csak egy útvonalat tudunk bejárni, így nehézségeket okoz az, hogy más irányba eljárjunk, így Pécset, Komló környékét járjuk. Most ezzel a kisebb autóval meg tudjuk célozni Dombovár, Kaposvár,
a másik környékét is. Jó lehet, mindenki a saját vállalkozását épít és a saját hasznára dolgozik, és úgy tudom, hogy önök nagyon sokat dolgoznak. Ezzel azonban munkát is tudnak adni, részben azoknak, akik előállítják a csirkét, részben akik itt az üzemben dolgoznak. Tudnak fejleszteni? Most már 23 emberrel dolgozunk, ennyinek tudunk a faluban munkát adni, és ez tulajdonképpen már egy fejlesztés. Nem mindegy, hogy a csirkevágás és egyáltalán a húsfeldolgozás mellékterméke hova kerül. Mágocson nem csak kis, hanem nagy húsfeldolgozó is működik, eddig megoldatlan környezeti károkat okozva. Az állati hulladék elhelyezésére is alakult és fejlesztésére kapott pénzt vállalkozás. Itt a térségben az országos állatsűrűség jóval magasabb, mint másutt, és itt ezzel az új pályázatunk megnyerésével a környék önkormányzatainak egy nagy gondját szeretnénk megoldani, hogy nem kell őnekik külön dökkutat építeni, hanem egy túrajáratot szeretnénk szervezni itt Sás térségébe, amivel megoldódna az összes állattartó, illetve a vágóhíti termékek elhelyezése. És hát nagyon örülünk, hogy az FM hivatal benyújtott mostani pályázatunkat újra pozitívan bírálta el. És ezzel nem csak a megélhetésünket, hanem itt az új kialakult környezetvédelmi erőírásoknak is eleget szeretnénk tenni, valamint annak, hogy hát végül is itt a térségben, például Mágocs községben a háromnegyed része ebből él. Minden gyakorló háziasszony vagy házias férfiú tisztában van azzal, hogy ma már egy közepes nagyságú hétvégi családi bevásárlás súlyos ezrekbe kerül. Érdemes figyelni tehát az árakat, az akciókat, de ahogy a következő riportunkból kiderül, még mást is. Hogyha a polcon magyar és külföldi árut talál, melyiket választja? Hát természetesen a külföldit, mert abban jobban bízok, mint a magyarba. Melyiket választja, a magyart vagy a külföldit? Attól függ, meg kell nézni a minőségét. Nem attól függ, hogy milyen áru, hanem a minősége, hogy milyen. Nem az, hogy honnan származik. A magyar terméket veszem meg. És miért? Azért, mert ezzel is védem a magyar munkaerők foglalkoztatását. Vajon a magyar áru miről ismerhető fel? Sajnos nem egyértelmű a felismerhetősége, és hadd utaljak gyermekkoromra, amikor általában a magyar termékeken fel volt tüntetve, hogy magyar gyártmány. Nem ártana, hogyha a mai gyártók is ezt figyelembe vennék. Ezeket a kérdéseket nem mi találtuk ki, hanem egy felmérésre szolgáló szórólapon olvastuk. A címzettek a vásárlók, a feladó a mák, amely esetünkben nem a mákos rétes alapanyagául szolgáló növényt jelenti, hanem a Magyar Áruk Klubjának rövidítése. Ez az egyesület, amely Baranyában alakult, de országos kitekintésű, nem politikai céllal jött létre, s legfontosabb feladatának azt tartja, hogy magyar termék vásárlására és magyar szolgáltatások igénybevételére ösztönözze az embereket. Vajon a vevőnek érdeke, hogy megfogadja ezt a tanácsot? A vevőnek mindenképp érdeke, mert a mozgalom által jelzett termékeken, tehát amelyen szerepel a kis piros-fehér-zöld védjegy, a Vásárló Magyarul mozgalom emblémája, az elsősorban igazolta a magyar termék, tehát származása nem kétséges, és mindegyik hivatalosan bejegyzett magyar vállalkozástól származik. És azoknak, akik ráteszik ezt a kis védjegyet a termékre, megéri-e? A termelőnek, szolgáltatónak mindenképp megéri, mert ezzel egy plusz reklám lehetőséghez jut, igazoltan a vásárló azt a terméket fogja előnyre részesíteni, amely származását biztosnak látja. Van magyarországi hagyománya ennek a mozgalomnak? Magyarországon 150 éves hagyománya van, egy a reformkortól kezdődött, és Széchenyi és Kossuth nevéhez fűződik. Ekkor általánosságban a magyar termékek vásárlására buzdította a külföldiekkel szembe. Ezt követően az első világháború környékén, amikor a hazai ipar fejlett volt, több terméken megjelent a magyar termék, hazai termék, magyar származás jelölése. Igazából ekkor volt csúcson a szolgáltatás. Vajon mi számít igazából magyar árúnak, hiszen jó néhány cég részben külföldi kézben van, jó néhány terméknek az alapanyaga külföldről érkezik. Hogy van ez? Nagyon jó kérdés. Magyar terméknek tekintjük azt a terméket, amelynek előállítása során legalább 50%-ot meghaladó részt Magyarországon kerül előállításra. Így módon a külföldi tulajdonú vállalatoknak a terméke is lehet magyar termék.
Nem csak magyar áruk szerepelnek a most következő bejátszásban, mégis ajánlom mindenki figyelmébe, főleg azokéba, akiknek a gyűjtés a szenvedélye. Él a régiónkban egy nyugdíjas mérnök tanár, aki egészen különleges kulturális értéket tart birtokába. Vajon ha ismertebbé válna gyűjteménye, hasznosítható lenne ez a hazai borkultúra színvonalának emelésére? Ismerkedjenek meg tehát Solti László 100 000 darabos kollekciójának néhány szép darabjával. Mikor a szakmát kezdtem tanulni 1949-ben, akkor szembesültem először olyan érdekes relikviákkal, olyan érdekes borcímkékkel, amely egybevágott a tanult szakmával. Ez a közel 100 000 darabos gyűjtemény egy 47 éves munkának az eredménye. Miután tanítottam Villányi Szakmunkás Közintézetbe, a tanulmat így szoktattam rá, hát egyszer az országismeretre, borvidék ismeretre, földrajzi helyismeretre, és egy kis kultúrtörténetet így beloptunk. Tulajdonképpen a tanulóim a borcikkén keresztül megismerték az országot, kitekintettet a Európába, tengeren túlra, tehát olyan ismeretanyaggal rendelkeztek, amely elősegítette az ő szakmai kvalifikációkat. Én úgy gondolom, hogy ezek a borcímkék nem egyszerűen csak borcímkék, amiket minden nap láthatunk az üzletekben, ugye ott sorakoznak a pultokon a boros üvegek. Ezek annál talán többek? Igen, ezek inkább kultúrtörténeti érdekességek, hiszen nyomdatiszta állapotban kapom ezeket az anyagokat, hogy a szülő szereti a nagyszülő gyermekét, az ilyen családom mellett a kis gyermekeim, unokáim a borcímkék. Minden küldeményhez, minden címkéhez érzelmileg kötődöm, mert azt mondják, a csendnek is van mondani valója, a grafika művészetnek, ezen megnyilvánulása borcímkén, ennek is rengeteg mondani valója van. A magyar borászoknak azért többet kellene tenni, mert itt van ez a 100 000 darab gyűjtemény, és érdekes, hogy külföldön nagyobb az érdeklődés, mint idehaza, holott itt van a Villányi borvidék, ez a bizony borút, ami egy nagyszerű dekorációnak felhasználható, jó propagandának, hiszen jönnek a Nyugat-Németországból, vagy bármely nyugati országból, és azonosulnak, szembesülnek azokkal a címkékkel, amelyek borcímkékkel, amelyek náluk is megvásárolható. Tehát bizonyos mértékben idegenforgalmi csalogatónak is felfogható, sajnos idáig még nem jutottak el a magyar szakemberek. Vajon ez a hatalmas érték itt egy kézben, ezt nevezhetjük-e nemzeti kincsnek? Igen, szerencsétlenség nélkül mondhatom, ez nemzeti kincs, mert egy közel 50 éves gyűjteményt foglalja magába, körülbelül 28 országból származó, háború előtti, háború utáni anyag, és olyan, amit vagy már nem forgalmaznak, vagy pedig monopól címkék voltak, tehát egyedi darabok, és ezért is ragadta meg a külföldet, főleg az olaszokat, de a svájciak is érdeklődnek a gyűjteményem iránt, mert ilyen gyűjteményt így együtt, egy évszázad, másfél évszázad gyűjteményt egy helyen, egy, úgy mondjam, egy szobába nem igen találni. Hát addig még élek, ugye azt mondja a latin közmodárdum spero, még élek, remélek, hát remélem azt, hogy még egy pár esztendőt sikerül ezzel a gyűjteménnyel együtt élnem, együtt feküdnem, együtt ébrednem. A Janus Múzeum érdeklődött felőle, de egyelőre érdemi tárgyalások még nem kezdődtek el, hiszen addig még tevékenységem megengedi, addig dolgozom, szaporítom ezt a gyűjteményt. Talán az unokáim, a gyermekén nem jutott, talán az unokáim majd fölmérik ennek a jelentőségét, és talán a családon belül ezt a gyűjteményt tovább tudják csinálni. Nagyon sokan telefonáltak adásunk ideje alatt, és elsősorban az új rákdiagnosztikai módszer iránt érdeklődtek. Elmondom a kért információkat. Az orvos neve dr. Horváth Tivadar rendel minden hétfőn és szerdán 8-10 óráig, a Nagy Lajos Király útja 18 szám alatt, telefonja pedig 326-760. Ha még további kérdéseik lennének, holnap egész nap forduljanak bizalommal szerkesztőségünkhöz. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, mára búcsúzom, viszontlátásra!